Világos kommentor. A bioszféra a Föld azon külső rétegeinek összessége, amelyben élet van. Ilyenek például a litoszféra, vagyis a szilárd földfelszín, a hidroszféra, vagyis az óceánok, tengerek, folyók és állóvizek rétege, valamint az atmoszféra, nevezetesen a légkör, amelyekben a földi élővilágot alkotó életközösségek élnek. Hogy az atmoszféra vastagságát és magasságát szemléltessük, Andris nyakába ültem. Már ez is milyen magas, de képzeljük el, hogyha 30 000 méteres ember állna egymás vállára, akkor a legfelső ki tudná dugni az ujját a világűrbe. De ha nem, akkor nem. Világos kommentor. Newton első törvénye. Minden test megőrzi a nyugalmi állapotát, vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgását, míg egy másik test vagy erő mozgás állapotának változására nem kényszeríti. Tehát én most vagy egy helyben állok, vagy egy olyan járművön állok, ami egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Ha ez a pohár víz kilöttyen, akkor két dolog lehetséges. Vagy fékezett az autó, vagy meglökött valaki. Mivel nem autóban utazunk, nem kétséges, hogy mi történhetett. Világos kommentor. Az agglomeráció olyan egy vagy több központú urbanizált településrendszer, amelyben a központot és a közvetlen vonzás körzetébe tartozó településeket szoros kulturális, gazdasági, kommunális és szolgáltatási kapcsolatok jellemzik. András, amíg te szemlélteted az agglomerációt, addig én reggelizek. Mondjuk ez itt az agglomerációnak a központi települése. Valamint a vonzás körzetébe ezek a kisebb városok is beletartoznak. Ipari létesítmények is. És falvak. Melyek természetesen szoros, gazdasági és kulturális kapcsolatban állnak egymással. Jó ételjét kívánok! Idióta. Világos kommentor. Newton második törvénye. Ha egy test gyorsul, akkor arra erő hat. Ez az erő egyenesen arányos a gyorsulással, és fordítottan arányos a test tömegével. Átértetek már, mert a definíció véget ért. Világos kommentor. Az altruizmus populáción belüli egyedek közti interakció, mely során egy egyed akár saját kárára is segíti egy fajtársát önzetlen magatartásával. A viselkedésforma előfordulási gyakorisága nagyjából egyenes arányban áll a genetikai hasonlósággal, így leggyakrabban az egy családba tartozó egyedek közt nyilvánul meg, de rokonsági kapcsolatban nélkül is előfordul. A rokonságbeli önfeláldozás egyik legszélsőségesebb példája a Stegodifus pókok által gyakorolt matrifágia, mely során a kikelő utódok megeszik az anyát. Még ennél is nagyobb önfeláldozás, ha emberek védik meg egymást életük árán. András barátom például meg akarja enni ezt a süteményt, ami nagyon veszélyes, mert mi van, ha túl magas lesz a vércukor szintje, vagy félrenyel, vagy ha nem akarja ideadni, akár le is üthetem. Ez mind nagy kockázattal jár, éppen ezért teszem a dolgomat.
Köszönöm, nem kell megvédened, kockáztatok. Tipikus eset, amikor az áldozat nem tudja, hogy veszélyben van. De nem baj, ne hallgassunk rá. Jó étvágyat kívánok! Világos Newton harmadik törvénye. A hatás ellen hatás elve. Ha két test kölcsön hatásba lép egymással, akkor egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú erők lépnek fel. Ha például eltolom András kolléga süteményét, akkor a sütemény pont akkora erővel hat vissza, amivel én eltoltam. Vagy megmutatok egy másik példát, hogy mi történik, ha nagyobb erővel hatok rá, idióta. A biológiai evolúció az a folyamat, amelynek során a populációk öröklődő tulajdonságai nemzedékről nemzedékre megváltoznak. Az évmilliárdokat átívelő történés következtében az élővilág összetétele folyamatosan módosul, új fajok keletkeznek és halnak ki. A változások egy része véletlenszerű, gondoljunk például a természeti katasztrófák hatásaira, a másik része pedig az alkalmazkodáson alapul, például a létért való küzdelem által következhet be. Te mit csinálsz, András? Demonstráltam egy természeti katasztrófát. Szóval a változások másik része pedig az alkalmazkodáson alapul. Például a létért való küzdelem által következhet be. Tudod, hogy mikor dobáljál? Tudod, hogy mikor és mit dobáljál? Ezt jegyezd meg egy életre! Világos A molekula legalább két egymáshoz kovalens kötéssel kapcsolódó atomokból álló semleges anyagi részecske. A molekulát alkothatja egy, de akár többféle atom is. A kovalens kötés lényege az, hogy az atomok osztoznak az elektronjaikon, mert így lesz stabilabb a szerkezetük. Az én szerkezetem is stabilabb lenne, ha osztoznánk a csokoládén. Hú, de stabil lettem. Világos Két halmaz uniója azoknak az elemeknek a halmaza, amelyek a két halmaz közül legalább az egyiknek elemei. Két halmaz metszete azoknak az elemeknek a halmaza, amelyek mindkét halmaznak elemei. Az A és B halmazok különbsége ebben a sorrendben azoknak az elemeknek a halmaza, amelyek elemei az A-nak és nem elemei a B-nek. De hogy szemléletes legyen, vegyünk egy élő példát. Ha ez a személy az A halmaz, ez a pohár víz pedig a B halmaz, akkor az A unió B így néz ki. Az A és B különbségét pedig úgy kapjuk meg, ha kivonjuk a B halmazt. Az A metszet, B pedig... Világos A sokszög véges sok szakasz által határolt síkrész, ahol a szakaszok csak végpontjaikban találkoznak. Az átló egy sokszög nem szomszédos csúcsait összekötő szakasz. A kocka vagy más test lapjainak nem szomszédos csúcsait összekötő szakaszát lapátlónak hívjuk. Andris, mi ez? Hát lapátló. Világos Kémiai elemnek hívjuk azokat az egyszerű anyagokat, amelyek kémiai úton nem bonthatók tovább. A kémiai elemeknek minden egyes atomjában
ugyan annyi proton található. A hidrogén atomban például egy proton és egy elektron van. Az elektron így szaladgál a proton körül, elektron felhőt képezve. Az atom a görög oszthatatlan szóból származik, de azóta már tudjuk, hogy az atomokat is tovább lehet osztani protonokra, neutronokra és elektronokra. De ez már az atomfizika tárkörébe tartozik. Egy atom mérete nagyon kicsi. 10 a mínusz tizediken méter nagyságrendű. A hajszál szinte a legvékonyabb dolog, amit látunk. De körülbelül 300 ezer atomnyi vastagságú. Két hajszál már 600 ezer atomnyi vastagságú. Három hajszál, hova mész? Még nem fejeztem be a szemléltetést. Türelmetlen. Világos. A hegységképződés a hegységrendszereket kialakító emberi léptékkel nagyon lassú, millió években mérhető folyamat. A hegységképződésnek több formája is van. Az egyik a gyűrődés, ennek a jelenségnek köszönhetően alakulnak ki a legnagyobb hegyek a Földön. A másik a vetődés, aminek a lényege, hogy az egyes rögök kiemelkednek, vagy éppen lesüllyednek a különböző törésvonalak mentén. De a hegyeket építheti vulkáni tevékenység is, amit én most egy kis szódabikarbónával és egy kis ecettel fogok demonstrálni. Csoda. A kiemelkedéseket a külső erők továbbformálják. Ilyen külső erő a víz, a jég, a hőmérséklet ingadozás és a szél. Ez utóbbit én fogom demonstrálni. Lehet látni, hogy a forma kissé módosult.